Bátorító üzenetek minden napra. maiige.hu. Ha úgy érzed ma, hogy a tartós rossz kedv és az aggodalom lehúznak, ne tűrd tovább. Ismerd meg a Rombolj, hogy épülhess, törj ki negatív érzelmeid fogságából című új, ingyenes kiadványunkat, és törj ki a negatív érzelmeid fogságából. Rendeld meg saját ingyenes példányodat a leírásban található linken. Most pedig következzen a mai nap üzenete. Készülj még nagyobb dolgokra! Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Máté evangéliuma 25. fejezet 23. vers. Ahhoz, hogy sikert érjünk el az életben, ki kell bírnunk a kritikát. Ez különbözteti meg azokat, akik azt mondják, hogy sikert szeretnének, azoktól, akik készek megfizetni a siker árát. Például, ha társért imádkozol, kérdezd meg magadtól, hogy felkészültél-e a házassággal járó áldozatokra és felelősségre. Rendelkezel stabil egzisztenciával? Önzetlen vagy? Elég érett vagy ahhoz, hogy el tudj tartani egy családot? Vagy ha Istentől vállalkozásod bővítését kéred, kiemelkedő szolgáltatást nyújtasz-e már meglévő ügyfeleidnek? Valaki megjegyezte. Amíg a páva ki nem terjeszti tollait, addig pont olyan, mint bármelyik pulyka. Néha szerelmesek vagyunk az elképzelt sikerbe, de nem számolunk a siker tényleges árával. Jó dolog, hogy Isten nem ad meg automatikusan mindent, amit kérünk. Gyakran azért akarunk valamit, mert az jól mutat valaki más életében. Isten azonban bölcs, és tudja, hogy az most nekünk ártana, mert nem vagyunk elég érettek a kezeléséhez. Isten próbára tesz minket azzal, amivel már rendelkezünk, hogy fejlessze következetességünket és erőnket. Megfigyeli, hogyan birkózunk meg a nyomással, mely azokat az áldásokat kíséri, amelyeket már kaptunk tőle. El akar minket juttatni odáig, amikor már nem törnek össze minket a csapások, amikor megtanuljuk jobban értékelni az ajándékozót, mint az ajándékait. Ha eljutunk idáig, halljuk majd, ahogy ezt mondja. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz Urad örömében. Máté evangéliuma 25. fejezet 23. vers. Ezek miatt, a szavak miatt megéri minden, amit átéltél. Ha benned is felmerült már, hogyan győzhetsz a romboló érzelmek felett, ne feledd, ingyenes kiadványunkkal te is kitörhetsz a negatív érzelmek fogságából. Rendeld meg a videó leírásában található linken, vagy ír nekünk az info@maiige.hu e-mail címre.